$1000 milliárd kár, nagyjából ennyire becsülik a kibertámadásoknak a költséget, vagyis a költségvesztést emiatt 2020-ban a Földön globálisan, ez a globális GDP-nek állítólag az 1%-a. Majd erről is beszélünk, hogy mit gondolnak szakértő vendégeim, de előtte még másról. Bíró Gabriella van itt a Magyar Nemzeti Banktól, Csinos Tamás, aki már tartott előadást is, a Klikótól, Kis Zoltán, aki szintén tartott az imént Fortinettől, és Juhász Miklós a Valkírtól. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Szóval először egy kicsit azért a házunk tája máshonnan indítanék. Egészségügyi extrém helyzet, oktatásügyi extrém helyzet, munkaügyi, home office-os extrém helyzet, és szolgáltatások igénybevevése, vásárlással kapcsolatos, szórakozással kapcsolatos extrém helyzet. Azt mondják, hogy ugye évtizedet ugrottunk itt a digitális fejlődésben. Mennyit buktunk a digitális biztonságban, Gabriella? Szerintem nem olyan sokat. Körülbelül mennyit és miben? Tehát, hogy lehet ezzel a lépést tartani? Mert azért egészen elképesztő mennyiségű dolog változott meg ez alatt az egy év alatt, ami a digitalizációt illeti, hogy ezzel lépést tudtak-e, tudnak-e tartani? Én azt gondolom, hogy a pénzintézetek elég jól vették az akadályt, ők korábban is már nagyon szabályozottak voltak. Itt náluk inkább az volt a probléma, hogy hirtelen fel kellett skálázni a már létező megoldásokat. És milyen skála alakult ki, mondja, mi volt az első három helyen? Hát nagyon meredek skála alakult ki, viszonylag határozottan elindultak a távmunka irányába, elindultak a felhő megoldások irányába, ugye az volt az, ami egyszerűen bővíthető, illetve hát mindenhol voltak ötletek, hogy lehetne gyorsan, de a korábbi szabályok figyelmen kívül hagyásával digitalizálni. Ezeket azt hiszem, hogy elég jól sikerült elfolytani. Egyébként a Magyar Nemzeti Banknak, mondjuk a Magyar Nemzeti Bank elleni támadásokról, amikről nem beszélhet nyilván, vagy nem tudom, hogy mennyit beszélhet róluk. Szóval, hogy incidensek tekintetében az elmúlt év hozott-e változást, növekedést, súlyosságban, esetleg kockázatban bármilyen változást? Inkább arról beszélnék, hogy a felügyelt intézményeink, tehát az összes többi bank ellen is érezhetően több a támadás, több az adathalászat, több a DDoS, de hát Magyarországon eddig még nem volt ebből olyan igazán nagy döccenő. Juhász Miklós a Valkírtól, hogy tehát a biztonsági kockázatok, arról beszéltünk azért az előbbi előadásokban is, ezt nem hogy csak szegről végről, hanem még pontosan érintették, hogy rengeteg van. Mekkorát ugrott a biztonsági kockázatoknak a mértéke és mondjuk a súlyossága? Én azt gondolnám, hogy a kockázat az ugrott, mivel sokkal nagyobb terhet rakunk magára, sokkal nagyobb súlyt helyezünk arra, hogy informatikai szolgáltatásokat vegyünk igénybe, gyakorlatilag erre építjük most a hétköznapi életünket nagy részt. Én azt gondolom, hogy maga az informatikai biztonsági szint az egyáltalán nem csökkent, tehát nem estünk vissza, nem léptünk vissza ilyen szempontból. Azt mondanám, hogy a legrosszabb eset az talán az, ahol konzerválódott az a szint, ami megvolt azelőtt, hogy átálltunk erre az életmódra. Ez ennek a magyar cégeknek, vállalkozásoknak, állami szerveknek, bankoknak a hány százalékát érintő ön szerint? Én azt mondanám, hogy amikor ez elindult, akkor a legtöbb helyen az volt a cél, tehát egy évvel ezelőtt nagyjából a legtöbb helyen az volt a cél, hogy egy alapvető működést biztosítsanak. Tehát, hogy megjön a szolgáltatásnak a fenntartása. Azokon a helyeken, ahol igény és képesség, lehetőség volt arra, hogy ezt úgymond fejleszék is, ott ezt már megkezdték, vagy már bizonyos szintig meg is tették. Ahol pedig erre nincsen igény, ott nem is fogják megtenni. Tehát ott igazából megmaradtunk azon a szinten, ahol voltunk. Visszaesés nem hiszem, hogy van. Fejlesztés sincs mindenhol, de azért az, a legtöbb mi az, ami ráveheti azokat, akikre azt mondja, hogy nem is fognak fejleszteni, hogy mégiscsak fejlesztenek? Az élet keserű tapasztalata. Tehát hát, igazából őket. Egyébként az, hogy sokkal több a felület, amit használunk, és sokkal adott esetben szerintem legalábbis a saját magamból kiindulva, mondjuk a tanulással, szórakozással kapcsolatos felületeket, sokkal óvatlanabbul használjuk ezeket a felületeket. Ez önmagában a támadások számának növekedését egyértelműen magával hozza, vagy nem feltétlenül? Magával hozhatja, nagy eséllyel magával hozhatja. Tehát minél több a felhasználó, annál nagyobb az esélye annak, hogy olyan felhasználunk is lesz, aki óvatlanabb. Tehát hogyha lennének olyan kedvesek, és segítenének nekem abban, hogy az IT biztonsági kerekasztalra mindig egyszerűbb, vagy a legegyszerűbb, vagy a legnehezebb a felkészülés, mert annyi minden van, aminek utána lehet nézni, hogy az ember akár hajlamos elveszne részletekben. Mindenki a saját tapasztalataiból mondjon egy példát az elmúlt Covid évre, ami számára adott esetben meglepő új kockázatot jelentett, és esetleg úgy gondolja, hogy ez jellemző erre az időszakra. Tamás? Hát új kockázatot
személyesen én nem tudnék itt felsorolni, én elég alulsisakosként viselkedek online felületeken egyébként is, tehát most Covid ide, Covid oda, ez nem nagyon változott, tehát nem lettem ettől azt gondolom. Tendenciózusan sem változott a irányom. Nem, ez így nem igazán. Cégesen azt tudom mondani, hogy igen, változott, tehát sokkal jobban, nyilván mint mindenhol máshol a távmunka az felértékelődött, ergo a távmunkának a kontrolljait is föl kellett értékelnünk saját magunknak, és ezt javasoljuk mindenhol, minden ügyfélnél, minden partnernél is, hogy ez egy olyan kritikus pont. Ugye azt hiszem a Horváth Tamás beszélt erről, hogy ugye a végpontvédelem, tehát ugye a végpont az új periméter, ezt szoktuk mondani, meg az identity az új periméter, meg vannak ezek a buzzwordök. Azért vannak ezek a buzzwordök, mert ez így van. Tehát, a végpont az új végpont, nem? Tehát... Igazán, mert a végpont, amikor látom, hogy Béla bejön az irodába és leül az asztalához, akkor nagy valószínűséggel Bélát látom, ha csak nem vagyok más állapotban. De amikor nem látom, hogy Béla bejön az irodába, de mégis Bélát látom a hálózaton forgalmazni, akkor azért föl kell magamnak tennem azt a kérdést, hogy hogyan bizonyosodok meg arról, hogy valóban ő az. Igen, ennyi a... Zoltán, egy nagyon egyszerű kérdés. Miből volt az 1000 milliárdos vesztesége a globális világgazdaságnak IT-biztonsági szempontból? Köszönöm az egyszerű kérdéseket. De hát én azt gondolom, hogy nagyon nehéz itthon beszélni ezekről, mert hogy nem szoktunk erről beszélni, de azért vannak nagyon, nagyon nyugati példák, amik azért kint vannak. Jó, hogy arra gondolt, hogy nagyon keveset teszünk mi ehhez hozzá. Én azt szeretném itt fölhozni, hogy talán ha megnézzük azt, hogy milyen támadások és milyen számosságokat látunk akár mi is, akár a szenzorainkon keresztül, akkor lehet azért levetíteni, hogy azért itt is mi történik. Itt visszautalva az előző kérdésre, hogy mi az, ami meglepett, én szerintem kevés dolog lepett minket meg, ugyanakkor maga a mesterséges intelligenciák és automaták által használt támadások, azok azt gondoljuk, hogy nagyon olcsóbbá és számosságot tekintve erősödévé tették ezeket a... De nem azt mondta az én interjúdásában, hogy a mesterséges intelligenciával való védekezés is mennyit tehet hozzá egy adott cégnek a stabilitását? Hát mi ezt igyekszünk bemutatni. Igen, vannak együttműködési... által generált problémákat, hogy nem csak... Nagyon kedves, köszönöm a támogatást. Igen, tehát azt gondoljuk, hogy mindenképpen ebbe az irányba kell elmenni, és ezért próbáltam erről beszélni, hogy minél szélesebb körben ezt terjedjen, nem nagyon ismert ez még. Hát azt gondolom, hogy ez kicsikét így még elől vagyunk, ezt meg kell ismertetni, hogy meg lehet bízni egy AI motorban, hogy annak milyen előnyei vannak, hogy ott van on-premise mondjuk egy vállalati környezetben, gyorsan tud reagálni, ugye említette a Gabriel is ezeket a különböző DDoS támadásokat, ezeket meg lehet már fogni viszonylag korán, akár on-premise módokon, tehát nagyon sok olyan megoldás van azért, amit itt lehet tenni. Bankrendszerben mik a Covid támadások? Covid típusú vagy tipikus támadások? Én úgy érzékelem, hogy a bűnözők is home office-ba mentek. Tehát ami eddig fizikai típusú lopás volt, elloptak valahonnan készpénzt, stb. Ahhoz képest most érezhetően több energiát tesznek az online pénzszerzésbe, és egészen szofisztikált megoldások vannak. Az, hogy telefonon halásznak adatot, úgyhogy látszólag a bank hivatalos számáról jön a hívás, az most már egészen megszokottnak számít, de ennél sokkal komplexebb és célzottabb támadások is vannak. Jelszavak ellopás a bejelentkezéseknél. Hát most már azért igazából mindenhol két faktornak kellene lennie most már, tehát erős ügyfélhitelesítés, bár tudjuk, hogy azért vannak döccenők ebbe a PSD2 implementációba is, de igazából már egy jelszót ellopni kevés. Mi a legnagyobb döccenő ebben a... Hát nem mindig működik, ezt gondolom mindenki tapasztalja, aki szokott mondjuk online kártyával fizetni, de nem ezek a nagy pénzek. A nagy pénzek azok olyan forgatókönyvekből mennek ki, mikor tipikusan célzott adathalászattal kis és középvállalkozásoknak gyakorlatilag az összes adatát ellopják, bemennek a távközlési szolgáltatóhoz, lecseréltetik a SIM-kártyákat, és ebből nagyon nagy károk vannak. A Nemzeti Bank IT biztonsági iránymutatást ad a kereskedelmi bankoknak, vagy
elvárt tőlük ilyet, vagy abszolút, persze. Foglalkozik ezzel, és miket? Hát igazából az elmúlt 20 évben mindig voltak iránymutatások, mindig volt informatikai felügyelet. Csak a 2020 márciusától valókat mondja, vagy abból egy-kettőt, akkor azt megköszönöm. Ami viszonylag új, egyrészt a nagy informatikai ajánlásunknak kijött egy új verziója, ez a 8/2020-as informatikai ajánlás, azt is egy kicsit fölfrissítettük, beleraktunk új technológiákra vonatkozó szabályozásokat, illetve készítettünk egy ajánlást a távmunkára, ami szerintem elég jól sikerült, úgyhogy nem csak pénzintézeteknek érdemes ezt nézegetni. És itt mi a legfontosabb szabály, vagy amihez ragaszkodni kell, vagy ami a legjobban védi a felhasználóját? Próbáltuk a távmunka egész életciklusát lefedni, tehát onnantól, hogy valami vezető fejében megszületik ez a gondolat, hogy akkor itt holnaptól távmunka lesz, egészen odáig, hogy hogyan méretezzünk erre infrastruktúrát, mire kell figyelni akkor, mikor valaki otthonról dolgozik, és mondjuk a kertben beszélget telefonon, úgyhogy tényleg próbáltunk egy holisztikus megközelítést alkalmazni. Ugye nagyon sokan beszélnek arról, hogy korábban trendi megoldások, azok hogyan válhatnak kockázatosra, ugye általában ebben a felhő az, ami most a legkurrensebb kérdéskört meríti ki. Ez tulajdonképpen az összes szakértőhöz kérdésem, de Miklóssal kezdem, hogy a felhőnél mennyire látható, hogy a külső kockázatok azok mennyire értelmezhetők egy cég szempontjából, aki mondjuk kitelepíti a biztonságát ilyen módon. Teljes mértékben, sőt még jobban is. Igazából az, hogy a felhőben mennyiben bízunk meg, ez két dolog kérdése, a szerződésé és a hité, hogy mi mennyire hisszük el azt, ami abban a... Melyiké inkább? Én azt gondolom, hogy a hité elsősorban. De ez is ugye, tehát van egy kulcs, amit nagyon szeretünk használni, ez a kockázatarányos védekezés. Tehát nyilván itt ugye attól függ, hogy mekkora az az adatvagyon, mekkora az a kincs, amit védenünk kell, hogyha ez van annyira értékes, akkor nem fogjuk elhinni azt, amit leír nekünk oda a szolgáltató és saját megoldásokkal. Még azt is megpróbáljuk valahogy körbebástyázni, amit már kiraktunk a felhőbe. Az nem költséges egy kicsit, hogy az ember saját magának még plusz védelmeket állítson föl? Ez mennyire jellemző, Tamás, a cégekre? Többféle felhőszolgáltatás van, ami többféle védelmi szintet kíván, ugye attól függően, hogy mit vásárolunk a felhőszolgáltatótól, hogy csak az alkalmazás használatát, vagy csak az alkalmazás környezetet, vagy ettől bővebb az, hogy az alkalmazás környezetet, vagy hogyha csak az infrastruktúrát. Ezekhez a szintekhez különböző védelmi intézkedések, kockázatarányos védelmi intézkedések szükségesek, de mindenképp szükségesek. Tehát nem lehet csak úgy elmenni a felhőbe, hogy akkor elmentem a felhőbe, és biztos. És nem mondhatom azt egy jó szerződéssel, hogy a felhőszolgáltatóra bíztam a biztonságot. Nem, mert az adat, amit te oda teszel, az a tiéd. Meddig terjed ki a felhőszolgáltatónak a felelőssége? Zoltán? Attól függ, hogy milyen szolgáltatás. A szerződéstől függ nyilván, de mondjuk Nem. Tehát az, hogy milyen típusú a szolgáltatás. Itt vannak szolgáltatás kategóriák, ami azért nagy többségében be lehet sorolni ezeket a felhőszolgáltatásokat, és mindegyiknek megvan az a jó gyakorlata, talán mondjuk így, amivel ezeket a szolgáltatásokat érdemes biztonsági szempontból kezelni. Nyilván a szerződések egy szabályozói környezetben borzasztó fontosak, hogy a mind a 300 alvállalkozóját az Amazonnak azt most akkor biztonsági kockázatként azt felülvizsgáltuk el vagy sem, ez egy lényeges kérdés, de lehet, hogy nem annyira lényeges kérdés, mint az, hogy mi magunk mit tettünk konkrétan azért, hogy az adat, amit oda tettünk a felhőbe, azzal mit tud más kezdeni. Ugye védelmi szolgáltatásokat, IT-biztonsági szolgáltatásokat nyújtanak. Az önök felelőssége meddig terjed? A Klikóé, a Valkyrie, a Fortinet-é, a Magyar Nemzetbankai, az teljes felelősség mindenért, de azt... Ez egy másfajta szolgáltatás. Azt gondolom, hogy oktatnunk kell. Hát én nagyon hiszek abban, hogy lehet és kell edukálni az ügyfeleket. Amikor beszélünk arról, hogy oké, kockázathoz mérten kell a mindenféle dolgokat itt tervezgetni, szerintem a mi dolgunk az, hogy megmutassuk a lehetőségeket, a veszélyeket, és erre a lehetőségek milyen válasz formájában. Mondjuk az adott vállalkozás, vagy annak a vezetője a Fortinet teljes körülvédelmi szolgáltatását rendeli meg, akkor az a teljes körülvédelmi felelősségét is jelenti a Fortinetnek, hogy onnantól kezdve akkor hátradőlhet akár a Klikónál, akár a Valkyrienél a... Én azt gondolom, hogy itt azt kell jól megítélni, hogy mivel szemben védekezünk, milyen megoldásaink vannak. Igen, azt gondolom, hogy nagyon sok helyre tudunk nagyon jó válaszokat adni. Itt az, hogy konkrétan a felelősség az hova esik le, ezt inkább abban a szempontból vizsgálnám, hogy mi az, amit ez ellen ugye el tudtunk követni, vagy elkövettünk. Itt amikor beszélünk a szerződésekről, akkor nekem eszembe jutott így a kressz, hogy hát lehet, hogy elsőségem van, de akkor kapom meg, hogyha megállnak valójában. És én azt gondolom, azt biztos, hogy az, aki igénybe veszi a védelmi szolgáltatásokat, az kevésbé fogja tudni, hogy az adott támadás az milyen
kockázatot jelentett valójában, és milyen következményekkel is járt, tehát jobban fogják önök tudni, hogy a... Így van, én azt gondolom, hogy éppen ezért vannak a különböző ügyfélkörök, tehát vannak úgy azok az ügyfelek, akik a kisebb vállalatok, ők valószínűleg valamilyen fajta tanácsadó cégeket használnak. Nagyon előtérbe kerültek ugye ezek a managed security service-ek, amikor szolgáltatásként adunk, akár mi is egyébként közvetlenül csinálunk ilyet, akár partnereinkon keresztül IT-biztonsági megoldásokat. Aztán vannak azok a vállalat ügyfelek, akik ugye a komolyabb vállalat ügyfelek, vagy mondjuk egy pénzügyi szektor már, hogyha ez szóba jött, ahol ugye saját szakemberekkel oldják ezt, mennyi van, akkor ők látják át pontosan, hogy mit akarnak, hogyan védeni. Én azt gondolom, hogy általánosan azért érdemes tudni, hogy nem nagyon létezik felhő, inkább valaki másnak a számítógépe, és azt is érdemes tudni, hogy a nagy publikus felhőszolgáltatók is a saját biztonságukkal foglalkoznak, és az ő védelmükkel, és nem pedig azzal, amit éppen mi csinálunk ott a felhőben. Hát ilyen szempontból szerintem igen, a vállalat vezetőjének vagy az ICO-jának érdemes erről tudni, és ezt felelősség. Azért az 1000 milliárd dolláros kérdés még hadd dobjam oda Tamásnak is, meg Miklósnak is, sőt Gabriellának is, hogy mik voltak a tavalyi év leggyakoribb incidensei a saját praxisukban, vagy a tudomásuk szerint, vagy amit hallottak a szakmában, Tamás? Hát ami konkrét pénzvesztéssel, vagy pénzbe kerülő incidensek, azok nyilván a zsaroló vírusok, amit én nagyon nem szeretek ennek hívni, de még mindig nem találtunk rá meg fő kifejezést, ugye? Így nézek a tűnyeket. Beszéltünk egy-két év, hogy azok lehet, hogy majd hanyatlani fognak, de nem úgy tűnnek. Nem, nagyon nem úgy tűnik, igen. És ebből származnak a konkrét veszteségek. Tehát amikor vállalatok állnak meg, az a vállalati működés áll meg napokra, hetekre is akár egy-egy ilyen támadás után, ezek egész konkrét veszteségek. Tehát az, hogy gyakoribbak és akár adott esetben nagyobb veszteségek, mint amit Gabriella mondott, hogy esetleg a bank pénzintézetnek a számlájáról leemelnek az okosítség. Ezek sajnos az ügyfelek számláin, nem vagy a bank számlája. Hát amiért a kereskedelmi bank is, és fölötte a Magyar Nemzeti Bank is bizonyos felelősséget vállal vagy helytáll. Nem, ezt szokták a bankrablásoknál mondani, hogy ne izguljon senki, mert igen, a pénz. Igen, de a bankrablás az egy egyszerű helyzet, mert arra van biztosítás, fizet a biztosító. Na, akkor erre kezdtünk egy konkrét problémát, erre nincs. Erre is van most már kibertámadás elleni biztosítás, de az a helyzet, hogy ez még egy nem annyira kiforrott és standard termék a biztosítóknál, illetve például zsaroló vírus ellen is van biztosítás, meg van, aki ezt úgy gondolja kezelni, hogy előre betáraz bitcoinból, de nem biztos, hogy ez a jó megközelítés. A bitcoin az egy külön... Egész IT biztonság egy nagy biztosítás. Igen, egyébként. Miklós a... kockázatok és mellékhatások tekintetében mit érez most a legsúlyosabb? Én azt mondanám, hogy legmeglepőbbre válaszolnék, hogy mi volt az, ami megdöbbentett, vagy elgondolkodhatott egy pillanatra, az a zsaroló DDoS volt. Tehát amikor egy DDoS támadás indult egy ügyfelünk ellen, és hát úgy figyelmeztető jelleggel megtolták egy picit a forgalmat, minden, aminek kellett össze is omlott természetesen, és jelezték, hogy hát ennek ugye a százszorosa várható, ha időre nem fizetnek ennyit és ennyit. Ha jól tudom, akkor ez el is indult egyébként ez a támadás, az, hogy végül sikerült megfogni, az végül is egy jó dolog. De ettől függetlenül már így a demo közben, amikor csak jelezték, hogy ők erre képesek, a támadók, már az megborította a célt is, és a szolgáltatót is. És ami a legszebb, hogy ezt párhuzamosan csinálták több helyre, tehát amikor át akart állni az éles vonaláról, a támadott fél a tartalék vonalára, akkor a tartalékvonalának a szolgáltatója is már túl volt terhelve, mert ő volt az elsődleges vonala egy másik szolgáltatónak, akit szintén támadtak. Hoppá, próbáltam követni, de világos, mindenki nagyon nehéz helyzetben. Ez önmagában is fura dolog, nem, hogy arról beszélgetünk, hogy egy támadásnak van egy demója. Igen. Hát, hogy ki lehet próbálni, milyen a támadás. Szóval kicsit olyan fura világ ez, már azt gondolom. Igen. Igen. Az IT biztonságban azt nem kérdezem, hogy van-e tökéletes védelem, tudom rá a választ, hogy nincs. Mi egy IT-biztonsági szolgáltató cégnek a legfőbb missziója, ha úgy tetszik, ha a tökéletes védelmet ő sem tudja nyújtani? Ez nem kritika, ez Tamással korábbi beszélgetésekből kiderülve, ez a realitás. Ő mondta az edukációt. Tamás? Szintén. Tehát a biztonságtudatosság, inkább így mondanám, és annak a kialakítása. Mindenki ordja alul sisakot. Mik egyébként a biztonságtudatosságnak a kialakításának mondjuk a legelső lépcsője, ez a ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 legyen a jelszavunk, ugye ezen hát, nem tudom, hogy egyébként túljutottunk-e az elmúlt években. Nem jutottunk túl, messzire nem jutottunk túl szerintem tőle. Ugyanakkor azért érdemes azt látni, hogy amikor erről beszélgettünk, akkor azt is érdemes felhozni, hogy hát miért, mit kapunk cserében. Tehát amikor most nézzük az elmúlt évet 2020-ban, mi azt láttuk, hogy 350%-kal növekedett a phishing mailek száma, ami kifejezetten a COVID-információ
információ hajászlevelek voltak. Tehát amikor valami előnyt ér ez a felhasználó, hogy most akkor itt ingyen tudok letölteni filmet, ott megtudom a választ arra, hogy lapos Alföld, stb., akkor nagyon könnyen átmennek olyan egyébként józan észre belegondolva talán nem vállalható oldalakon, amiket ők fogják, befogadják, mert valami előnyt látnak valamiért, és azt gondolom, hogy ez az edukáció irány az nagyon fontos lenne. Tehát akár csak egy ismeretlen oldalnak a letöltése. Az ismeretlen oldalnak a letöltése, azt milyen módon tesszük meg. Persze erre vannak megoldásaink nekünk is, hogy ezeket hogyan tudjuk kezelni, de a vállalatok sem mindig fogadják ezeket szívesen, hiszen ugye ezek pluszköltségek, nehéz megmutatni azt, hogy... Mi az a három jó tanács, vagy kettő, hogyha van egy olyan vállalkozás, aki mondjuk odáig már eljutott, hogy a jelszava nem ez, a munkatársaival megértette, hogy nem minden oldalra kattintunk rá, ahol azt ígérik, hogy itt nem tudom, akármit láthatunk, vagy nem minden e-mailt nyitnak már ki, amit az azért küldenek, nagyon, mert... nagyon jó szint. Ez már egy nagyon erős szint, amiről beszélek? Amit most elmondtál, az egy nagyon erős szint. Jó, akkor mi a következő szint? És akkor... Ezek után, alusisak, mondom. Ezek után az, hogy ne higgyük el, hogy a felhasználóink tényleg így viselkednek. Mert ha ezt elhisszük, akkor kezdődik az egész előről. Mindig bejön valami. Eljutunk erre a szintre, és utána rájövünk arra, hogy ez nem így van, és visszalépünk erre a szintre, és elkezdjük. Egy kicsit komolyan néz a dolgot, szerintem valószínűleg az operáció lenne, egy üzletnél mindig az operáció a lényeg. Az működjön, minden más az nem érdekes. És ebben az esetben, ha már ilyen szuper szinten vagyunk, valószínűleg foglalkoznék azzal, hogy elkezdjem szeparálni ugye a különböző funkciókat, hogyha esetleg valami van, akkor ne legyen nagyon nagy a ráhatás. Foglalkoznék azzal, hogy ezek a belső mozgások, ezek minél jobban megfogva legyenek, tehát ilyenfajta irányba mennék el. Az, hogy a home office ennyire meghatározó lett, és mindenkinek a saját kütyüje és saját védelmi rendszere, vagy annak hiánya belépett a képbe, ez... érdemben növelte a biztonsági kockázatokat, Gabriela? Akár egyébként a Nemzeti Banknál is, tehát önöknél például, akár csak a munkatársaiknak hát a... nincs saját eszköz, ezt most mondom, de egyébként... Zárt rendszer van, benti eszköz. Igen, nekünk abból a szempontból szerencsénk volt, hogy amikor egyébként kimegyünk egy pénzintézethez vizsgálni, akkor is ugyanúgy visszük a laptopot, visszük a VPN-ünket, stb. Tehát ebből a szempontból technikailag mindegy volt, hogy a szomszéd bankban ülök, vagy otthon ülök, ugyanaz a munkakörny. Nem mindenhol van ez így, nincsenek ezzel kapcsolatban illúzióim, de én azt gondolom, hogy mélységi védelem és kockázatarányosság, tehát rétegezni kell a védelmet, nem lehet megbízni a felhasználóba, oké, hogy ő azt mondja, hogy tudatos, de ezt nem hisszük el neki okvetlenül. Jó, akkor arra a minimális szintre, amit az imént elmondtam, és ami Tamás szerint ez egy igen magas szint, oda mikor fogunk eljutni? Tamás szerinted mikor? Igazándiból ez egy folyamatos dolog, tehát a biztonság az nem egy statikus állapot, tehát nem tudunk eljutni egy szintre, tehát mindig megyünk egy szint felé, inkább így mondanám, és ahogy a fenyegetettségek emelkednek, úgy emelkedik a védelmi szintünk is, tehát ez egy folyamatos, ez egy dinamikus történet, tehát hogy ez nem lehet így belőni, hogy mikor fogunk valahova eljutni, tehát hogy mikor jutnak el a bűnözők az én adataimhoz, nem tudom. Megpróbál megnehezíteni a dolgokat, és ez egy folyamatos jobbra-balra mozgás, vagy inkább előrefelé haladó mozgás. Hogyha ennyire alacsony szintű a védelem általában, akkor egy kiberbiztonsági vagy IT-biztonsági cég, amilyen az önöké, tiéd, vagy ami a Magyar Nemzeti Banknál, amire figyelnek, akkor tulajdonképpen ő egy egész más szintre próbálja magát trenírozni, mint ami egyébként a döntő többsége a kockázatoknak. A felhasználói tudatosság és az alkalmazott technológiai eszközök, technológiai kontrollok, megelőző kontrollok, meg akkor mondhatjuk azt boldogan, hogy ezek nem feltétlen korrelálnak egymással. Tehát egy pénzintézet például egy borzasztóan szabályozott környezet, ugye Gabrieláéknak ebben van óhatatlan érdeme, hogy egyáltalán vannak Magyarországon használható szabályzatok, amit egyébként nem csak pénzintézetek használhatnak. Tehát ez egy borzasztó nagy dolog. Ebben le van írva egy csomó minden, hogy mit, hogy érdemes csinálni. Az, hogy egy adott cég, adott dolgozói állománya ezen a fejlődési biztonságtudatosság és skálá hol tart, hova jutott el, az alkalmazott technológiai megoldásoktól gyakorlatilag független. Ha már szabályozás, az, hogy Európa egy ilyen rigorózus szabályokban hívő terület, ahhoz képest, amilyen mondjuk Ázsia, Amerika, ha csak a GDPR-t veszük, ha csak a versenyjogi biztos asszonynak a küzdelmeit, a big tech cégekkel és egyebeket, amit sokszor versenyhátránynak mondanak, az biztonsági szempontból ez a fajta szabályozási környezet, ez jelent előnyt Európa számára, Gabriela?
Szerintem egyre inkább igen, IT biztonságban, vagy hogy mostanában szeretik hívni kiberbiztonságban, én úgy gondolom, hogy ez most kifejezetten előny nekünk, mert mi most már évek óta hozzuk azt a szintet, amit a világ többi része csak most ismer fel, hogy szükség lenne rá. Úgyhogy azt gondolom, hogy aki ismeri a magyar... Akkor ez nem technológiai biztonság, ugye? Ezt jól értem, tehát hogy ez nem technológiai... Vagy... Is. Igen, ebben egyet kell, hogy értsünk. Tehát ha azt mondjuk, hogy az európai mondjuk PSD2 követelményeket, tehát az erős ügyfélhitelesítést, azt elvárjuk, szerintem ha erre készül egy szolgáltató, hogy igenis legyen két faktor, ha az ügyfél pénzt akar költeni, akkor nem lő mellé. És akkor ez a technológia, hogyha elterjed, akkor nyilván léphetünk egy szintet. Egyébként akkor a technológia az fényévekre van a mondjuk a döntő részétől a piacnak, amire szükség van? Igen. Nem, a védelmi lehetőségeink azok sokkal, sokkal kiterjedtebbek, mint amilyen az általános biztonságtudatosság. Fú, ez most nagyon... Igen, és ha a GDPR-t nézzük, akkor szerintem például erre nagyon jó, hogy egy kicsikét megmutatja a GDPR a felhasználók felé és ezeknek a rendszereknek a fontosságát. Igen. És például szeretném megemlíteni mondjuk a SolarWinds problémát, ami ugye eléggé komoly probléma a világon, sőt, még nem is tudjuk igazából ennek a lehetőségeit. Mondjuk a FortiDR-t használó felhasználókat ez nem érintett, mert őket meg tudtuk védeni már proaktívan. Hát azért vannak azok a megoldások, amikor jól felépített rendszerekben az új nagyon nagy problémát okozó támadásokat is azért meglehet. Akkor a SolarWinds tanulság az az, hogy proaktívan kell a védekezéshez hozzáállni? Hát én azt gondolom, hogy igen. Persze. Egyébként ez mindenre igaz, amit a Tamás mondott, hogy még az előadásában, hogy a kicsit olyan a piac, a rendszer, a hozzáállás, a megközelítés, hogy a várban ül a cégvezető, és a belső erőforrásait nézi, hogy hogyan tartalékoljon többet, halmozzon föl többet, és egyáltalán nem érdekli, vagy nem jut rá energia, ideje, pénze, hogy a külső fenyegetéssel szembenézzen. Ez stimmel, és ez gyakorlatilag bizonyos értelemben korlátozza és korlátok közé szorítja a védekezés lehetőségét? Ez egy olyan új vetülete szerintem a lehetséges védekezési módoknak, hogy megpróbálunk körülnézni, hogy mi az, ami felénk tart, amit itthon viszonylag kevés vállalkozás használ, pénzintézeteknél láttunk már ilyet, meg nyilván állami szereplőknél is látunk már ilyet, de széles körben nem elterjedt. Ennek egyébként az arány, árérték aránya abból a szempontból, hogy amennyit pluszban ráfordítok. Itt a biztonságban nincs árérték arány. Nincs arány. Kockázat arány van. Ez a legnehezebb egyébként, hogy megmutatni azt egy menedzsment számára, hogy miért érdemes. Anélkül, hogy érte volna egy támadás, anélkül, hogy érte volna a veszteség. Ezért mondom, hogy tehát biztosításhoz tudjuk hasonlítani, tehát hogy nem tudjuk, hogy mennyit ér a kaszkunk. Jó, végülis ez egy jó végemondat lenne, ha nem akarnám azt még megkérdezni, hogy akasztuk a hóhért, és mondják el, hogy ki mivel védi a laptopját, vagy milyen rendszerrel, hogy ami a saját része, és ami mondjuk nem a Magyar Nemzeti Bankos benti gépe, amiről a rendszerbe lép, hanem amiről otthon mondjuk streamelni a Netflixet. Ez tipikusan az a témakör, amiről nem szívesen beszélek nagy nyilvánosság előtt. Hogy a saját gépén a... Igen. Azt gondolom, hogy nem szeretem a céltáblát a homlokomra festeni. Jogos. Tamás? Tamás, mondhat valamit, mert utána úgyis megváltoztatja, vagy nem is biztos, hogy az van a gépén, de valószínűleg ez Zoltár és Miklósra is igaz. Nem gépet védek, hanem hálózatot, az otthoni hálózatot, és gyakorlatilag ugyanolyan eszközökkel, mint a vállalati hálózatot ebből a szempontból, ugyanúgy naplóelemzést használok otthon, ugyanúgy tűzfalam van otthon, ugyanúgy viszonylag magas végpontvédelem van minden eszközünkön otthon, tehát hogy mondom, én alusisakos vagyok ebből a szempontból. Tehát... Miklós? Ugyanezt, tehát ebben én sem fogok tudni eltérőt mondani. Tamással nyilván elég sokat beszélünk, tehát ez a... Ez akarják egymás rendszerével védeni a másik? Igazából havidíjért bármit, tehát hogy ezt is szerintem meg tudjuk oldani. Megoldható. Zoltán? Én nem összetem, hogy olyan szerencsés ez, hogy kiváló Fortinet termékekkel tudom védeni a hálózatomat, úgyhogy ezeket használom. Nagyon szépen a Klikó, a Valkír, a Fortinet és a Magyar Nemzeti Bank képviselőjének a beszélgetést. Hálás vagyok, hogy mindezt elmondták. Köszönöm. Köszönjük szépen.